15 éve foglalkozom zenével, azon belül is a hip-hop és az R&B műfajban vagyok leginkább otthon. Körülbelül olyan 50-60 albumon közreműködtem, és vagy úgy, mint zenei producer, vagy mint hangmérnök. Összeismerkedtem a Bedlam Records és a Peaches & Cream tagjaival, és amióta együtt dolgozunk, azóta teljesen más az egész dolog. Profibbá vált, összetettebb, összeszedettebb, és ez nagyon fontos, hogy sokkal jobban, zökkenőmentesen és gyorsabban folyik a munka. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy megtaláltam a helyen. A Bedlam Records produkciói közül kiemelnék egy párat. Itt van például Papa Joe, aki ugye a Parti sorozat MC-je. Ő neki folyamatosan készül az albuma. A gáncsukat bejön, hogy Joe a mocsó, nekik ez kell a rap csillagok. Hál' Istennek rengetegen megfordultak már a stúdióban. Többek között ugye Dukai Regina is, amikor felvettük a Papa Joe-val a közös számot, amit ugye a Comet gálán előadtak, és hát azóta is elég nagy sikernek örvend, főleg amikor a bulikon lejátsszák. Továbbá dolgozzunk egy fiatal, kora ellenére igen tehetséges rapper hölgyel, akit úgy hívnak, hogy MC Tia Baby, mármint a Parti sorozatokon így hívják, de amúgy pedig Tia néven fog albumot készíteni, illetve hát készítjük az albumot közösen. Kérlek, te szabadítsd, kérlek, engedjen, kérlek, te vessük, ha mondat, engedd el a karom. SP-t már nem sorolhatjuk a Bedlam Records produkciói közé, ettől függetlenül, tehát a jó kapcsolat megmaradt, ugyanúgy ő is ott van minden bulin. Ugye azt ne felejtsük el, hogy az a két Comet gömb, az még ugye a Bedlam Records színeiben ütötte a markát. Markunkat? Köszönöm szépen a Viva TV stábjának, szüleinek, hogy támogattak, Lagatos Leventének, Velme Sorsnak, a Bedlam Recordsnak, Bognár Tibinek és a jobb kezemben Pixának. I'm a self-father! Pályafutásom során ilyen tehetséges krapekkal, mint a Pixa, nem nagyon találkoztam még. Ért a zenékhez, ért a hangszereléshez, ért a masztereléshez, mindenhez, amit zenei téren csinálni kell, a Pixa mindenben nagyon profi. A Bedlam hangstúdióban professzionális digitális technikával dolgozom. Gyakorlatilag bármit meg tudunk csinálni, kivétel ugye az élő dob felvétele, mert ahhoz egy nagyobb helység kellett volna, de igazából az nekünk nem is szükséges, mivel főként ugye hip-hop és R&B zenékkel foglalkozunk, valamint ugye reklámanyagok gyártásával. Laci, hozz egy szendvicset, léci! Oké, megyek. De még is azt csinálom, megre bosszú, kurva, kapna! Nem jó, bocs! Ez majd nem jó! Papa Joe keményen dolgozik minden nap! Minden nap!